Azt hiszem, hogy fontos lenne egy kicsit értelmezni ezt a pályázati kihívást, meg egyáltalán a New Yorkos dolog, hogy működik, mert úgy érzékelem a beszélgetésekben, hogy nem egészen tiszta mindenkinek, hogy mi ez a konstrukció, amit elkezdett működni. Tehát van ez a New Yorki 3 hónap, magyar művészek számára, a Residency Unlimited-nél, ami az egyik legkomolyabb, legprofibb residency helyszín, hát úgy globálisan is azt hiszem. És a Trust for Mutual Understanding támogatásával 3 hónapot egy magyar művész ott töltett az elmúlt évek során, hány alkalommal? 6 alkalommal. Bagyos Erika volt az első, aztán volt a Fabricius Anna, aztán a Neves Csaba, aztán a Blazsák, Putus Péter, Blazsák, és akkor tavaly pedig a Borsos Lőrinc művészpáros volt, és akkor tavaly már egy ilyen, és azt egészen a tavalyig ezt az ACAK szervezte, ugye? Nyilvános pályázati felhívás alapján, és a helyi zsűri az egy shortlistet állított össze, és ez gyakorlatilag korhatár nélkül volt kiírva Magyarországon tevékenykedő művészek számára, és akkor ez tavaly annyiban változott, hogy elkezdtünk egy együttműködést a Leopold Bloom-mal, és arra egyességre jutottunk, hogy a páratlan években, a páros években Leopoldumban közösen korhatár 40 év alatti művészek pályázhatnak, úgyhogy nemzetközi zsűrivel eldöntik, hogy ki megkír, és a páratlan években pedig az ACAK hagyományos formájában, úgyhogy korhatár nélkül pályázhatnak, és magyar szakemberek shortlistet raknak össze, és ez a legfontosabb, és ami még fontos, az annyi, hogy a Leopold Bloom-mal közösen ott tulajdonképpen nem követelmény az, hogy legyen egy konkrét projekt, az ACAK-nál pedig egy projektekben kell pályázni. És ez már hagyománnyá vált, hogy minden évben, amikor kiírás megtörténik, és mielőtt lejárna a határidő, az most idén március 25, úgyhogy még van majdnem 2 hét. Az előző év rezidenseire csinálnak egy beszámolót. És reméljük, hogy ez évben is hasonló izgalmas dolgokról fognak beszámolni januék, a tavaly szeptember és december közötti New York-i tevékenységükről, és hát az egész végül is arra szolgálna, egyrészt, hogy megismerjük, hogy mivel foglalkoztak, másrészt pedig, hogy a részletekbe beavassák azokat, akik forgatják esetleg a fejükre, hogy pályáznának, és segítsék akár tanácsokkal, akár ezzel, azzal. Szerintem ti is voltatok néhány ilyen előadáson, ugye? Hasznos volt. A Csabáján is volt a Péterén. Meg az Andrásén. Meg az Andrásén, Bozsakén. Szóval, hogy én mindenkit bátorítanék, hogy egyrészt, hogy pályázatok, másrészt meg úgy ragadjátok meg az alkalmat és kérdezzetek a januáriktól részleteket, műhelytitkokat, trükköket, hogy mit érdemes, hogy érdemes, és akkor át is adok szót. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. Köszi, hogy ilyen sokan eljöttetek. És hát ő a Janó, én vagyok a Lilla, ugye, Borsos Lőrinc. És azt szeretném előjáróval, hogy kérni, hogy nyugodtan szóljatok közbe, vagy kérdezzetek közbe, vagy szóljatok be bármire, hogyha úgy látjátok jónak. Tök jó lenne, hogyha ez egy kicsit ilyen beszélgetősebb lenne, akár. De rengeteg anyaggal készültünk. Túl hosszú lesz, akkor is szóljatok be, hogyha már unjátok, vagy majd látjuk úgy is, remélem. Szóval, igen, szeptemberben indultunk neki a New York-i útnak, viszont amit nagyon fontosnak tartunk elmondani, itt van a felépítése a prezentációnak, azok az előzmények, mert hogy szerintem azt is fontos hangsúlyozni, hogy az ember hogyan készíti el a pályázatát, vagy mivel pályázik. Mi már próbáltuk ezt egyszer-kétszer, azt hiszem, sikertelenül, és ez a talán a harmadik alkalom, amikor pályáztunk, az egy eléggé hirtelen jött dolog volt, és eléggé furcsa előzményei vannak, elég spontán dolog. Itt látjátok a pályázatunkat, aminek az volt a címe, hogy How do you cope with that?
ami igazából egy egészen, tehát egészen konkrétan a politikai helyzet és a művészeti stratégiák, az erre való reakciók és stratégiák kérdését veti fel. Illetve az, hogy meg lehet ezt haladni egyáltalán, vagy hogy milyen lehetséges stratégiák vannak ezen túl. Igen, és hát ami még fontos, hogy nekünk volt tavaly nyáron ez a zászlós, ominózus botrányunk, vagy egy ilyen furcsa dolog, amikor cenzúrázták a Collegium Hungaricum bécsi részlegében, intézetben a zászlós sorozatunkat, és ez csak azért fontos elmondani ebben az esetben is, ebből egyébként rengeteg dolog ágazott szerte ebből a projektből, vagy ebből a kis szösszenetből, ugyanis ezt a dolgot Barna indítványozására egyébként elküldtük az Artleaks-re, hogy publikálják ezt a dolgot, ezt az eseményt, és ezt megtalálta Dorian Batichka, aki a Hyperallergic-nek az újságírója, ezt a történetet, és be is kerültünk a 10 cenzúrázott ország közé 2017-ben egy listára az ő cikkében. És az volt a vicces, hogy ő jött Budapestre, ő látható a képen, tavaly ilyenkor, és akkor pont volt egy kiállításunk The Rest in Peace nevű csoportunkkal a Timár Kati lakásában, és Dorian eljött megnézni a kiállítást, mert összekötött minket egy kurátor, és mi nem tudtuk, hogy ő az, aki írta ezt a cikket, meg ő se tudta, hogy mi ezek vagyunk akik, de amikor találkoztunk, akkor ez így leesett. És ezt mindezt csak azért mondom el, mert amikor elkezdtünk beszélgetni, másnap vagy valami nagyon rövid határideje volt a New York-i pályázat leadásának, és akkor elkezdtem a Doriannel erről beszélgetni, így az amerikai helyzetről, mert ő sokáig ott élt, meg elég sok mindent ismer. Hát alapvetően kanadai. Kanadai, de hogy igen, és egy csomó sztorit elmesélt nekem, amik így baromi érdekesnek tűntek, és ezek alapján elkezdtem gyorsan így kutakodni, meg researcholni, meg mit tudom én, hogy mik vannak, hogy vannak, és gyakorlatilag másnap megírtuk a pályázatot így hirtelen élből. És, egyébként ő volt az a figura, aki amíg nem voltunk a műtermünkben, 3 hónapig ott lakott, mert kedve volt Magyarországra jönni, és így ezt a videót most nem raktuk be, amikor Pókáló otthonítja a teret. Pedig vicces. Még visszatér egyébként ez a trikoloros dolog az előadás során majd. Szóval mielőtt elmentünk még volna New Yorkban, előtte voltak dolgaink, amiket így ez a stratégiának a része igazából, hogy szerettünk volna kicsikét megújítani a kommunikációnkat, és új honlapot csináltunk egy kiadványt, amivel ott kint tudtunk hát ilyen névjegykártya szinten nyomulni, hogy ezt tudtuk adni. Illetve volt néhány kiállítás meghívásunk külföldre, és ezeket mindenképp szeptemberig le kellett rendezni. Szóval ilyen július, onnantól, hogy megnyertük a pályázatot, szeptemberig kb. 3-4 kiállításon dolgoztunk paralel. Ezek nem önálló kiállítások voltak, de némelyikre, vagy a nagy részükre önálló, vagy új munkákat hoztunk létre. És ami hozzátartozik ehhez a sztorihoz, meg az előkészületekhez, az, hogy nyáron voltunk olyan szerencsések, hogy egy egész kis csapattal sikerült együtt dolgoznunk ezeken a munkákon, mint az új honlap, meg a kiadvány, meg ilyenek. Mert jelentkezett hozzánk egy, úgymond egy intern, vagyis egy srác a bécsi Angewandtéről, ahol van náluk ez a program, hogy internshipet lehet vállalni, és akkor kapnak ösztöndíjat ez alatt, az időszak alatt, és ő valahogy minket választott, hogy velünk szeretne dolgozni, úgymond, vagy nekünk segíteni. Daniel Hütlernek őt hívják. Látjuk a képen. És a srác a honlap mögött, vagy egyszer, bocsánat, a számítógép, Varga Dani. Ő pedig Máté Janki Máté, aki meg a kiadványt csinálta, ő a honlapért volt felelős, és Daniel meg minden lébekonál. Az biztos. És hát nagyon jó, egyébként júliustól augusztus végéig bezárólag egy csomó mindent sikerült végül teljesíteni, meg kitalálni, megcsinálni, stb. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a srácoknak, akikkel azóta is együtt dolgozunk igazából Mátéval, most főleg,
Úgyhogy ez egy szuper, szuper jó energetizáló pár hónap volt, ami így felspanolt minket, meg így tényleg nagyon sokat gyarapodtunk belőle ezen keresztül. Szóval megszületett az új honlap. Ez ilyen dinamikus felülete van igazából. Ami itt nem látszik. Itt nem látszik, majd mindenki nézze meg otthon. Annyit csinál, hogy van kis tipográfia bennük, ahányszor ráviszel a kurzort a betűkre, mindig máshogy jön elő a dolog. Van ez a kis drukker sálunk, ez is máshol jön be mindig az oldalon, de ez egy csak felületes dolgok. A srác leprogramozta tényleg az elejétől, és van még annyi vicc benne, hogy este mindig fehérben jelenik meg, nappal pedig dárkos. Kiadványból is egy pár képet megmutatnánk. Körbeadjuk, nincsen más sajnos, mert kiszórtuk őket New Yorkban, de nézzetek meg, ezt körbeadjuk, meg kérjük vissza. Ha valaki nagyon akarja, akkor majd tárgyaljunk. Mutatok belőle, ez egy ilyen jubileumi kiadványnak lehetne nevezni, tehát amióta együtt dolgozunk, az már egy 10 éves intervallum. És akkor vannak benne, ez egy ilyen egyveleg igazából a portfólió, meg az ilyen valamiféle fanzin, meg ilyen ezek között valami átmenet, elnyűhetetlen papíron, ilyen eltéphetetlen vízálló papíron, pénzméretben, kis ilyen statementeket lehet rajta látni. Ez egy ilyen ügyes kiadvány, ilyen kedves, könnyed kiadvány. Mi raktuk össze Daniellel hárman a koncepciót, és Máté pedig átment így az egész vizualitáson, és így belefirkált a bakos repróba simán. Ezt szeretjük benne egyébként. Egyébként zenész, a zenésznek tanul a Zeneművészeti Egyetemen. És némelyik olyan úgy van megcsinálva, hogy ezekből a kis lapocskákba, ez egyébként úgy mutatja, hogy ez az egyik oldal, az pedig a másik oldala, így vannak berakva. És van úgy, hogy ki lehet belőlük rakni valamiféle formát, hogyha megfordított. Tehát ilyen kis, senki nem tudja, mire való kis játék. Úgy. Közben a három kiállítás, amire készültünk, az egyik a Trafóban volt szeptemberben, a Sötét feltárása, Fenyvesi Áron kurálta, ez csoportos kiállítás volt, erre egy műcsoportot hoztunk létre, a Hermes kollekció címmel, akkor a másik kiállítás a... Mutasd a képet, drágám. Jó, de hát vissza kell majd ugrani, mert... Ja, vissza... Jó, akkor... De azt gondolom, még mondod, és akkor... Ja, jó, a következő Bukarestben volt, egy a szintén csoportos, Capital's Time Machine volt a címe, és Maximilian Lehner kurálta talán. Nem tudjuk, milyen volt, nem láttuk, de biztos jó. A harmadik pedig If You Are Manipulated, Manipulate Back, ez pedig Ulrich Patrick kurálásában, Potsdamban, egy kunstverányban volt. Ez a trafós. Igen, ez egy műcsoport, akkor ez a romániai téma. Ezt nem fogom végighagyni, ez három rakéta, mindegyik egy láncra van kötve, és akkor már égnek. És akkor szerencsétlenek nem tudnak elrepülni, ennyi a sztori. Fejváron forgattuk egy bányában, és Bíró Dávid volt az operatőr, egy ilyen red kamerával, amivel le tudtuk lassítani megfelelően. Ezekre volt egyébként büdzsé, úgyhogy ezekre úgy tudtunk dolgozni, hogy tudtunk jó munkákat létrehozni. Különöm a hajam. Miben? Na, ez megtörténik három esetben, hogy több minden legyen, ezért továbbugrok, jó? Ez itt Potsdam. Nem tudtuk a Bak Imrét sajnos kölcsönkérni erre a kiállításra, közben bekerült a Ludwigba, és valahogy olyan volt, hogy ebben a kunstveremben nem voltak meg a feltételek, hogy másfél hónap alatt lemenjen ez az ügylet, úgyhogy... A hőmérséklettel volt a probléma. A hőmérséklettel néha van probléma, igen. Akkor, ami még nagyon fontos, szerintem a különösen a mi esetünkben, az az anyagi kérdés, mert hogy ugye egy személy pályázat általában, vagy nem, egy bárki pályázat, de hogy a költségek, azok egy személyre vannak kitalálva, amit a rezidencia program biztosítani tud. Ez azt jelenti, hogy egy repülőjegy, a szállás is úgy van sajnos kitalálva, ami New Yorkban elég szigorúan van véve, hogy egy személy mehet oda arra a szálláshelyre, amit
a rezidencia program tud biztosítani, ezért mivel mi ketten voltunk, ja és hát nyilván a költőpénz is egy emberre van kitalálva, mivel ketten voltunk, ezért meg kellett oldanunk a szállás problémáját, az volt leginkább a legnehezebb talán, meg hát ugye hozzá kellett találni még annyi pénzt, amiből mi meg tudunk élni New Yorkban, és hát végül kivettünk egy lakást Brooklynban, Williamsburgben, amiről kiderült, hogy egy kicsit posabb környék, mint amit amit nekünk így kellett volna. Ami a szobában egyébként nem jön le. Ami nem, de egy szobát sikerült kivennünk $1500 havonta. Itt mindig meg kell állni, és hozzá kell mondani, hogy még van $200, amit így hozzászámolnak minden hónapban, internet, víz. Az se volt benne, már ez utólag meglepetés. Tehát ezt úgy kell mondani, $1700 volt havonta. Igen, szóval irgalmatlanul, borzalmasan drága nekem. És, nekem is. És amúgy $1000 van kikalkulálva így a lakásra, tehát hogy hozzá kellett még tenni baromi sok pénzt, úgymond. És itt tér vissza ez az ominózus zászlós sorozat ismét, mert hogy az történt, hogy amikor ez a botrány volt még tavaly előtt nyáron, akkor sokan érdeklődtek ezután a meló után, és van egy barátunk, egy gyűjtő, a Barta Péter, aki amúgy nem vett tőlünk még semmit, meg mindig beszól, hogy nem olyan jók a melóitok, meg nem, majd lehet egyszer veszek, meg mit tudom. De hogy ez így felcseszte ez az egész sztori őt valamiért, mert hogy miért csak azért akarnak tőlünk venni, majd csak ezt a melót, mert hogy botrány, meg mit tudom én, hírhet lett. És azt találta ki ő, hogy ad nekünk pénzt azért, hogy ne adjuk el ezt a melót, tehát maradjon a miénk, de kössünk egy szerződést, amiben már ő is egyharmad részben társszerzőként szerepel, és rofoljuk fel a meló árát 500 000-ről, amit... Nem 500 000 volt az ára, és megbeszéltük, hogy nem mondunk erről. De ez ott van a szerződés. De nem. De ott van a szerződésben. Hát persze, hogy benne van, hogy 1500 000-ről. Mondtam, hogy most ki akartad volna takarni? Most már késő. Szóval ő adott 500 000-et, hogy ne adjuk el, majd azt mondta, hogy háromszorozzuk meg az árát, tehát fejenként akkor 500 000, és innentől kezdve 1 500 000-ért lehet csak eladni a melót. És akkor ez ott volt talomba ez a dolog, majd én találkoztam a Schneider Erikával valami eseményen, aki az Eszterházi Alapítványnak ugye a szíve lelke, én azt mondanám, néha, és ő mondta, hogy hát gyerekek, miért nem írtok az Otrubai úrnak egy levelet, hogy most szükségetek lenne egy kis támogatásra, így valamit biztos ki lehetne találni, mert egyébként az Eszterházi Alapítványnak mi elég sokat köszönhetünk, mert vásároltak, mehetünk, stb. Na mindegy, lényeg, hogy ők végül ezt a melót így megvették ennyiért, és ebből tudtunk gyakorlatilag New Yorkban létezni. Ez október közepén érkezett meg ez a pénz, azt is hozzá kell tenni. Jó, de hát addig valami pénz, addig elköltöttük azt, amit ők adtak. Nagyon fontos megemlíteni a családi támogatást egyébként. Ja, igen, az nélkül nem kérdés. Anélkül nem lennénk művészek, hogyha nem lenne a családi támogatás. Ez itt a gyűjtő urat mutatja, aki cigarettával megpakolva október végén megérkezik. Igen, mindenki, aki jött, annak mondtuk, hogy hozzanak egy karton cigit, mert hogy igazából ez mennyi, nem, $14 egy doboz cigi, ami sok. Ez még így hát nem is tudom, tehát ez is talán az anyagi részhez kapcsolódik. Volt egy srác, aki ajánlott nekünk egy pecót, hogy az tök olcsón meg tudja számítani, van egy műterme lenne a föld alatt, és hogy sokkal olcsóban ott tudná nekünk adni, hát nyilván nem oda mentünk, de meglátogattuk a srácot, és hát kiderült, hogy se víz nincs benne, se fűtés, a toalett pedig egy ilyen labirintuson keresztül megközelíthető, és ilyen zombi apokalipszis hangulata volt a helynek. El kellett mennünk WC-re, oda el is mentünk, már a WC is nagyon furcsa volt, a srác nagyon furcsán köszönt el, minden nagyon furcsa volt, és a WC ilyen darálós, ilyen be kell dugni a konnektorba a WC-t. Tényleg még a kultúrsok legelején vagyunk, előző nap érkeztünk New Yorkba, és már ebben a helyzetben voltunk, és amikor kijöttünk a WC-ből, észrevettük, hogy van ott egy fém ajtó, ami még nem volt ott, tehát gyakorlatilag bezártak minket egy nem tudjuk milyen épületnek valahol New Yorkban a pincéjében, egy ilyen raktárhelyiségben végül is be vagyunk zárva.
És akkor kezdtünk gondolkodni, miket is mondott a csáva, hogy korábban is így kezdett így a paranoia így erősödni, és így két perc alatt így leesett, hogy így ilyen iszonyú durva, ilyen horrorfilm klisébe kerültünk, legalábbis van rá esély, és akkor egymásra néztünk, hát akkor következő másik kijáratok keresése, az nem volt, akkor fegyverkeresés, az volt, ilyen gyanúsan túl sok fegyver volt a térben, mégis egy ekkora ilyen fém, ilyen pálcát találtam magamnak. Majd hát Lilko, hogy neki feszült az ajtónak, először még kopogtunk, hogy van itt valaki, vagy nem tudom, hát semmi nem volt, és akkor végülis eldöntöttük magunkban, hogy itt végül is be vagyunk itt zárva, és így hát kirúgtuk magunkat, hogy a hatodik próbálkozás ilyen nekifeszülés vállal, lábbal, nem tudom, mégis kijutottunk, és megindultunk egy folyosón, így kezemben ezzel a filmmel, hogy elég tételt veszünk, és akkor így fél úton körülbelül úgy éreztem, hogy lehet, hogy túlreagáltunk valamit, vagy akár még az is lehet, hogy félreértés, letettem azt a fémet, akkor bementünk a helyre, a csávot itt takarítgat, meg nem tudom, így mondtuk neki, hogy mi volt itt, és mondta, hogy ja, beszokott ragadni. Ez volt a másik napon, tehát ez mutatja az elszántságunkat. Lilla büszke volt rám, hogy milyen férfiként viselkedtem. Hát igen, kiszabadultunk. Na, de a lényeg, hogy Residency Unlimited felépítéséről egy kicsit, vagy az ő programjukról, hogy ez hogy működik. Egyébként nagyon tényleg hiper jó, mert hogy nagyon komolyan veszik azt, hogy tényleg kontaktokat szerezzenek, összehozzanak kurátorokkal, intézményvezetőkkel, galeristákkal, más művészekkel, tehát heti szinten kapsz egy e-mailt minden hétvégén, hogy akkor a következő héten ez és ez és ez és ez, és igazából akkor úgy... nem csak hétvégén kapsz e-mailt, hanem minden nap is hát legalább igazából minden hármat jó, kb. De hogy a saját programoddal kapcsolatban Studio Visitnek nevezik az ilyen találkozókat, amikor az csak neked van leszervezve, és ebből mondjuk heti 1, 2 vagy 3 volt végig így a program ideje alatt, és ezek ilyen 40 perces prezentációk, amiket tartanod kell a melóidról, vagy a tevékenységedről, és hát az egy baromi nagy kihívás, hogy ne unjad meg saját magadat. Tehát az, hogy tényleg majdnem minden másnap így prezentálnod kell a saját hülyeségedet újra meg újra, ebben így, hát egyrészt tök jó gyakorlatunk lett egy idő után, bár lehet, hogy az már nem látszik, de amúgy... Még nem tartok ott igazából, nagyon durván sietek, de nem tudom. Mert hol? Mert az csak itt jön, nézd. Ja. Na jó, mindegy, a lényeg. Ott láthatok igen, szóval, és kell neked is prezentálnod, tehát hogy a közösségnek ott elő kell adnod a tevékenységedet. Volt olyan, hogy 10 percünk volt rá, volt olyan, hogy 20 percünk volt rá, és volt olyan, hogy egy órás prezentációt tartottunk. Szóval ezeket mind be kell lőni, hogy akkor mit tudsz elmondani nyilván ennyi idő alatt. Itt láthatok egyes névjegykártyák, amiket ugye sikerült összeszedni. Na most, hogy a hatékonysága ennek a dolognak milyen, tehát hogy nyilván próbálnak téged motiválni arra, hogy nyomjad a follow-upokat, tehát hogy írjad nekik a leveleket arról, hogy most mibe vagy, küldjed továbbra is, tartsad velük a kapcsolatot, de azért azt tudni kell, hogy ez egy baromi nagy daráló, tehát hogy ők találkoznak heti szinten nem tudom hány emberrel, hogyha valami kis szikrája kialakul így a kapcsolódásnak, az már egy óriási dolog, tehát hogyha valami nexus van, az tök jó. Igazából tényleg ebből a nem tudom, 30 emberből, akivel találkoztunk, vagy 40, abból kb. 2-3 ember az, aki tud. Kb. Azoknak van relevanciája, akiknek van valamiféle európai kötődésük, vagy dolgoznak Európában is, és akkor innen is, onnan is megy a research, hogy kikkel dolgozzanak, az így még várunk ilyen irányból visszajelzéseket, de egyébként meg elmondták ott bizonyos Spencer Brownstone Gallery, a harmadik fönn J. Cho nevű igazgatója a galériának, hogy igazából azzal tudnak dolgozni kb. Ilyen galériás szinten, akik már Európában rendelkeznek galériával, illetve az ilyen különböző ártfereken vannak mozgatva, tehát hogy megvannak úgymond már valamennyire alapozva, és egy ilyen csomaggal tudnak ők foglalkozni, ami már az államokban van, de ők nem építenek fel művészeket. Hát igen, ő nem állt, tehát mondta, hogy tetszenek neki a melóink, meg minden, de hogy nem fog áltatni minket azzal, hogy így be tudna vállalni, mert ő nem egy felépítő galerista. Pedig nagyon szimpi volt. Hát voltak workshopok, és egyébként
Hát ezt nem kellett volna annyira erőltetni, ezt tudom. Egyébként a papír nagyon jó minőségű volt, ezek ilyen szuper szín papírok, nem tudom. Színeket kellett egymásra rakni, ami cukik volt. Az elején még nagyon sok eseményre elmentünk, mi majdnem minden eseményre is elmentünk, amíg még nem voltak meg a saját ilyen csapásaink a dolgokban. De aztán tenni, igen. Az előző topikhoz még nagyon fontos az, hogy megkérnek viszont rá a Residential Limitedesek, hogy küldjél te is egy listát, hogy kik azok, akikkel te szeretnéd felvenni a kapcsolatot. Tehát mi egy kicsit késve adtuk le ezt a listát, azt hiszem, tehát volt egy-két név, akivel már nem tudták leszervezni, pedig október elején adtuk le a listát, és már nem tudták őket beszervezni. De hozzátenném, hogy a milyen listákat leadtunk, kb. Azokat ilyen magánzóba így megkerestük. Tehát, hogy hát, ilyen... Volt ilyen, igen, igen. Tehát, hogy ez tök fontos, hogyha mondjuk mentek, akkor legyen készen már egy ilyen, bár mondjuk lehet, hogy ezt másnak mondani se kell, bakker, csak mi voltunk egyébként. Mindegy. Szóval mindenféle programot szerveztek, előadások voltak ott a helyszínen, beszélgetések voltak a helyszínen, elmentünk műtermekbe, galériákba, múzeumokba, workshopok voltak, tehát hogy igazából rendszeres cuccok. Ez azért érdekes ez a kép, annyira nem jött be maga a művész, vagy amit csinál, hanem hogy ez egy ilyen bushwicki műteremház igazából, baromi jó cucc, nem tudom hány éve volt meg a srácnak. Voltunk ott, és aztán meg egy hónap múlva is visszamentünk, és addigra már a Vimeo megvásárolta az egészet, és mindenkit kipaterolt. Tehát hogy ez mutatja, hogy így hogyan pörög ez a rendszer, és hogy eléggé gyorsan. Ezt pedig azért raktuk be, mert ez egy srác, aki igazából egy festő, Max Rufnak hívják talán, aki Németországból jött, kicsit más konstrukciók mentén, mert neki volt egy műterme is, én szerintem kiállítások is voltak. Azt hadd mondjam el, hogy az is tök más, tehát hogy különböző országokból ugye különböző konstrukciókban érkeznek művészek, tehát például a Max, ő neki volt műterme is, tovább több hónapot maradt, mint mi szerintem fél évet talán, és abszolút festészeti tevékenységet folytatott, tehát egyáltalán nem végzett kutatómunkát vagy ilyesmi, hanem ült a műterembe és tolta a festményeket. És elég jól ellavírozott, tehát ezzel a dologgal is, bár nekem baromira nem jöttek be a képei. Az teljesen mindegy, csak hogy nem volt egy ilyen elvárás a közegben, hogy nekem mindenképpen társadalomkritikus valamivel kell foglalkozni, hanem ez inkább arra jöttünk rá, hogy egy ilyen kelet-európai vonal, mert egyébként a vezetésében az EU-nak vannak arcok Szerbiából, és nekik azért ez meghatározó, és jobban tudnak ehhez kapcsolódni, de nincs ilyen elvárás, hanem ők egészen mindenféle dologgal foglalkoznak. Hát nagyon jó műtermekbe is elvittek minket, ez egy nagyon érdekes művész, a Dejoket Tubbie. Tubbiele, aha. Afrikai származású csaj. Ja, nagyon megy a kolonializmus, iszonyúan megy mindenhol megy, 100%-ban. A nagy kiállítóterek, kis kiállítóterek, a művészek, nem tudom, nagyon ebbe az irányba tendálnak, hogy még ez még mindig ilyen hot topic kávé. Hát a nagyobb intézményekben mindenképpen női művészeket, főleg a legdurvább az a haiti művészek, és akkor valahogy ez ment nagyon, de hát... Ez így pörög. Ja. Akkor ez egy gyűjtemény, egy meleg párnak volt a saját lakása full tele, plafontól a padlóig, a WC-ben, a fürdőszobában mindenhol melók voltak, régen kezdtek gyűjteni. És van egy-két híres darabjuk is innen-onnan, amik már így sokat érnek, de ráálltak arra, hogy inkább fiataloktól vásároltak. Nagyon-nagyon sajátos gyűjtemény volt. Ide például nem lehetett volna az utcáról bejutni, mert ez egyszerűen nincs bejárás, ők vittek oda, az le volt szervezve. Egy ilyen lakóparkban, egy percó. Akkor persze megnéztük az ilyen nagyokat, ilyen Duchamp megvolt, valahol megvolt. Akkor voltunk a Diabéconon, meg voltak ezek a nagy minimalista, szuper maszkulin, nem tudom, macsó melók, mindenféle. Ja. Akkor ez egy srác, aki szintén a rezidenszire járt, neki több kiállítása is volt, koreai talán. Kairon Liu néven fut, aki HIV fertőzöttekkel foglalkozik, vagy nem tudom, ilyenfajta gyűjtése van és fotósorozata, ő maga is
ebben szenved. Egy nagyon, nagyon súlyos cucc volt. Nagyon jó kiállítása volt, dokumentálta a bizonyos HIV-fertőzöttek életét, hogy gyógyszerszedéstől kezdve, hogy így hogy próbálnak így létezni a társadalomban, nagyon erős, erős anyag volt. De őt mondjuk segítették kiállítással is, tehát hogy ő... Igen, ő, neki olyan volt a szerző. Ez Guggenheim, és azon belül is a repi részleg, ahol kétszer voltunk, és mind a kétszer... Nem, ez a Gagosian. Gagosian, bocsánat. Mind a kétszer ezen az üveg vitrinán csomagoltak. Másodszorra le is tudtam fotózni. Ezekben egyébként ott figyelnek ezek a kis... hát most nem lehet elolvasni az árát, de Jeff Koonsok. És ahogy a csaj észrevette, hogy fotózom, mindig elpakolta gyorsan. Na, szóval itt ez... 60 000 dollár, nem tudom. Igen. Ja, ezek a beszélgetések, amiket szerveztek, ő itt Pablo Helguera, akivel sikerült váltanom pár szót, aki a Műcsarnokos Kiadványban volt egy könyv, amit ő jegyzett, és különleges alkalom. Stílus a kortárs képzőművészetben, azt hiszem. Stílus a kortárs képzőművészetben, azt hiszem. Na, úgyhogy lehet ez a legumálni. Ja, és hát ugye mindenkinek szerveznek egy idő után a programod végén egy beszélgetést, összehoznak egy kurátorral, vagy pedig egy másik művésszel is, és akkor egy ilyen egyórás kurátor által vezetett bemutatkozó beszélgetést kell tartani. És hát nekünk ez november elején volt, vagy november közepe táján, és aznap, de utána, se előtte, se utána volt a legnagyobb hóvihar New Yorkban, bár azóta lehet, hogy volt biztos. Nem, úgy kell elképzelni, hogy délután 4-kor kimentem cigizni, elkezdett esni a hó, és ilyen romantikus érzésem lett, milyen kellemes. Bementünk is, talán dolgoztunk, nem tudom, kimentünk pár óra múlva, talán 2, és már ilyen vastagon állt a hó, és ilyen, tényleg ilyen apokaliptikus körülmények voltak. Szóval ennél azért többen eljöttek. De... Ez ilyen több előttek, viszont tényleg a hideggel valamit kezdeni kellett, úgyhogy ilyen, ez az ilyen családias tűzhely vonalon kezdtünk el indulni. Ő Shimrit Lee, ő pedig Remion Bronja, pont ahogy írják a nevét, Albániából. És akkor valahogyan a kultúrál editing topikján keresztül lettünk összeszervezve egy előadással. Osztogatták ezeket a rómos teákat ebben a nagy hidegben, és így hát elég sok rom volt bennük, vagy whisky, nem is tudom. Úgyhogy, hát kellemes volt. Kellemes volt a végére. Ja, hát, és akkor ami fontos, hogy milyen stratégiát alakítottunk ki, hogy gondoltuk, hogy így a semmiből, az ismeretlenből vajon mit sikerül felépíteni, vagy sikerül egyáltalán valamit felépítenünk így New Yorkban magunkról. Mert hát tényleg úgy érkezik oda az ember, hogy senki nem ismer, senki nem... Jó, hát a rezidenci programot ismerezem, ez egy baromi jó elkezdésnek, de úgy alapvetően mindent itt hagy az ember valahogy az eszközeit, de mondjuk úgy kéne kezdeni, hogy a családját, barátait, eszközeit. Igen. És akkor itt, tehát amik így valahogy így még így hozzá tartoznak, de ott kint derül ki, hogy gyakorlatilag ezek nincsenek veled. És akkor, akkor mi a te praxisod, vagy milyen dolgokat tudsz ott felépíteni, vagy egyáltalán mit csinálsz magad ott az ott a 3 hónap alatt, és akkor hát nekünk így bejött egy-két dolog. Hát nagyon érdekeltek ezek a kis galériák, meg ezek az artist fan space-ek. Elkezdtünk gyűjtögetni mindenféle dolgot az utcáról, meg mindenhonnan igazából. Daniela annyira jól ment az együttműködés még a nyár folyamán, hogy még akkor megbeszéltük vele, hogy jöjjön ki és folytassuk tovább, szóval itt volt velünk egy hónapot. Akkor mentünk bele az éjszakai életbe, parti kultúrát fel kellett fedezni. Akkor sikerült átugranunk Kubába, szereztünk egy műtermet, meg csináltunk egy kiállítást. Tehát nagyon gyorsan így, hogyha nem érnénk a végére, akkor így erről van szó. Hát most ezen gyorsan végigrohanunk, hogy minket milyen helyek érdekeltek. Mi egyáltalán nem akartunk így a nagy múzeumok, meg nagy galériák, meg elveszni ebben, hanem inkább a kis, vagy az artist transpace-ek, vagy azok, amiket már amúgy is így követgettünk Instagramon, ezek a kisebb galériák, szimpatikus portfólióval, és hogy ezeket meg akartuk látni tényleg a saját szemünkkel, hogy mennyire van néha így
szóval nincs mindig átfedés, hogy így az Instagramon mit látsz egy galériáról, hogy az milyen, meg amilyen a való életben. Volt, ami csalódás volt, volt, ami meg nem, pont hogy nem. De mondjuk például a Bible Gallery, ami nekem egy ilyen szuper kedvencem volt már az Instán keresztül, ami nem is olyan régóta működik, 2 éve, de ez egy ilyen pincében van Chinatown szélén, ami egy nagyon jó környék, ez a Lower East Side, mert ott egy csomó ilyen galéria van, ilyen picike, vagy művészek vezetik, vagy olyanok, akik így nagyon benne vannak. Egyrészt ismerik egymást is, meg így össze is dolgoznak, nagyon jó kiállításokat csinálják, ez egy ilyen tök feketére festett belső terű ilyen pince, ahol itt például James Fosternek volt éppen kiállítása. A másik az Esizonáshez, erre a művészre nem emlékszem, Tony Hopp, igen. Ez is egy ilyen tök putrinak kinéz, tehát kívülről egyébként nem tudod, nem látod meg, nem nincs találod meg, semmi nincs kiírva, nincsen felirat, nincsen logózva, izé. Hanem csak így tényleg ott így állnak emberek és cigiznek, és akkor ott kell bemenni. És akkor nagyon érdekes volt látni mondjuk az elsőzonás kis evolúcióját, mert tényleg akkor kezdte, mert hogy korábban Los Angelesben volt, és akkor elkezdte New Yorkban csinálni újra a kiállító teret, és egy ilyen tökre ilyen kis putri belső tér, és aztán a következő kiállítás az már így jobban adta, itt ezt is megcsinált, azt is, aztán a harmadik az már meg egy full white cube-bá alakul, de ez nyilván a kiállításoktól is függött, hogy mi fér be, szuper kiállító tér egyébként. Nagyon jó művészekkel. Az a tér, tehát az a következő kiállítás, amiből semmit nem látunk egyébként, csak ennyi. Ez Ryan McNamara, azt hiszem. Így van. Akkor a másik nagyon kedvenc, ez Manhattan. Brooklynban is van egy jó pár hely, ami szuper izgalmas. A 15 Orient, ami igazából egy ilyen régi ház, ahol lakik két művész csávó, és az alsó részt, ami egy ilyen nagyon furcsa belső tér, ilyen padlószőnyeggel, kandallóval, meg nem tudom mivel, azt így ki, ott csinálnak kiállításokat, szóval ez egy ilyen artist run space. Ő nagyon izgi, ez volt szintén az egyik kedvenc. Erre még majd visszautalunk kicsit később. Akkor Lubov, Shrine is, az is ugyanott van Manhattanben, ahol a Esizonás, ez meg a Bible. Szóval ezek ilyen egy környék, egy feeling, nagyon jó kiállítóterek, én szeretem. Akkor a Spencer Brownstone Gallery-be is elmentünk, az inkább ilyen... Ő itt Jay Cho, az a fekete körvonal. Ő is művész egyébként, de aztán kurátor lett, és galerista. Valahol volt művész. Igen. The Chimney, az Brooklyn, Bushwick, és a Drawing Center, ahol meg nagy kiállításokat rendeznek. Akikkel megismerkedtünk még ott kint, akiket innen is ugye figyeltünk, meg nagyon jónak tartottunk, az a Tarvuk nevű csoport, egy csaj meg egy csávó, ők kiköltöztek New Yorkba már 5-6 éve, azt hiszem, horvátok egyébként, és hát most kezdenek el látszani így a New Yorki palettán, azt hiszem, nagyon jó dolgaik vannak, itt egy-két melót láthattok. És voltunk az is tök izgi volt, voltunk egy beszélgetésen, egy kurátornak a lakásán, és hát egy ilyen normál méletű lakás, és akkor így kimentünk cigizni az erkélyre, de mire be akartunk menni, addigra már annyira tele volt a hely, hogy nem tudtunk bejutni az erkélyről, úgyhogy végighallgattuk így az ajtóból a G. Watcher-nek a beszélgetését a Tarvukkal, és rengetegen voltak, és szuper jó volt látni, hogy ilyen, tehát, hogy tényleg ennyi embert érdekel. Ott ki mindenre van, nagyon-nagyon sok ember valahogy. Tehát így az egy élmény egyébként, hogy Magyarországon sokszor lehet olyat érezni, hogy van egy-két trend, vagy van egy trend, vagy nem tudom, és a többi dolog kicsikét háttérbe van hagyva. Ezzel szemben New Yorkban az volt az élmény, hogy a multiverzumok vannak, hogy mindenre van kereslet, piac, meg... Jó, hát hol máshol? Na minden, szóval kicsit ez, hogy így egymás mellett nagyon sok minden megfért, nagyon divers közeg igazából. Akkor a másik emberke, akit szintén így nagyon kedvelünk, Viktor Timofjev, szuper jó művész, és az volt a vicces, hogy amikor
megnyertük a pályázatot New Yorkba, akkor egy idő után láttam, hogy posztolt az Instagramon, hogy egy pár rajzot eladna, mert hogy pénzt szeretne összeszedni, mert vissza akar költözni New Yorkba, mert hogy neki ott él a családja, de hogy ő tanult itt Európában, és én azt mondtam magammal, hogy ha az Eszterháziak megveszik ezt a triptihont, akkor én veszek a Viktortól egy képet ebből a sorozatból, és végül ezt leboltoltuk New Yorkba ezt a dolgot, szóval $200 vásároltam egy rajzot tőle. Tök mellett voltunk, hogy még vásároltunk is. Akit érdekel egyébként, itt van eredetiben. Egy lapjelv. Saját magam. Jó. Még volt egy ilyen, ez kicsit kisebb költségvetésű. Ez pedig egy Brad Trömmel, aki szintén egy szuper jó művész, bár most már átment nagyon ilyen, kicsit kezd teoretikussá válni a csávó. Instagramon lehet követni a hülyeségeit, mert mindenhova megy és mindent kritizál. De egyébként egy nagyon jó művész volt, vagy mindig azt nem tudom. És jelentkeztem, hogy van ez a Patreon, tehát hogy ilyen, mint ilyen havi $20, és akkor patronálod a művészt. És akkor végül is én is patronáltam pár hónapon keresztül, és akkor küldött egy lelakatolt takót. Aláírva, alá van írva, úgyhogy van egy Brad Trömmel meló is. Akkor még egy-két hely. A Pioneer Works, ami szintén egy rezidencia program, galéria, műtermek, hatalmas komplexum Brooklynban, ahol nagyon jó kiállításokat csinálnak. Ott volt ez a Haiti Show is, ami egy ilyen nagyon nagyot ment kiállítás volt. Dean Blunt fellépett, és mellesleg meghívták a cseheket, Jakub Janzát és Dominik Gajarski látható. Tehát a csehek, cseh művészek, van ez a PAF nevű fesztiváljuk, vagy nem tudom, micsoda. A PAF az a videófesztivál. És valahogy sikerült nekik, vagy úgy leszervezték, hogy a Pioneer Works-ben is legyen egy ilyen bemutatkozó igazából programjuk. Igazából már több egyszer is voltak ott, szóval valahogy ők nekik megmondták. Nekik van egy ilyen kontaktjuk, igen. Szóval tök jó volt látni például a Jakub Janza melóit ilyen volumenben. Tehát. Erről egyébként még így lehetne tök sokat beszélni a Pioneer Works-ről, mert sok minden élmény, vagy ilyen gondolatunk ezzel kapcsolatban, de ezt most nem tudjuk megtenni, majd privátban, hogyha valakit érdekel, akkor szívesen megköszön. További galériák, jó. Nagy múzeumok, Kimberly Clark, az csalódás volt például, Team Gallery. Ott a kutyát kellett fotózni a kiállításra. Olyan szar volt a kiállítás, hogy a kutya sokkal érdekesebben megkockáztatom. Delhi Gallery is, az egy izgalmas hely volt. Szóval van egy csomó, ami jó. Akkor a Sara Lucas kiállítása, az mondjuk fantasztikus volt, már mondjuk nem minden emelet, de azért az jó volt. New Museum. Igen, a MoMA-ba is voltunk. Többször is, ott kaján is sikerült. A Guggenheimben pedig a Ilma Aftint, az fantasztikus volt. Az tényleg egy csodálatos kiállítás. Van róla könyv, ami megjelent, igazából nem nagyon dolgozták még föl, kétszer volt kiállítva kb. Így valahol, nem tudom, Spanyolországban volt, vagy Dél-Amerikában először, nem tudom. Meg most a Guggenheimben, ez nagyon érdekes. Jó, igen, ez is volt. Cirnádban is voltam. Wolfgang Tillmans kiállítás is csodálatos volt. Ember Sári. Ott látható Adriánnal. Ez melyik galéria volt ez? Nem tudom. Azaz. Pablos, igen, Pablos Bördény. Az is jó volt. Akkor voltunk beszélgetéseken, akkor mutatták be ezt a könyvet, Art and Theory of Post-Central Eastern Europe. Igen, végül nem sikerült szereznünk belőle még. Akkor persze a Cukipofát is meg kellett hallgatni egyszer, Hans Urlichot. Clementine Delisle, aki fantasztikus volt, simán lemosta a csávót. Igen, ezt tényleg. Akkor könyvbemutató az itt látható, hogyha valaki érdekel. Még nem olvastuk el a könyvet, de alá van írva nekünk. Mi volt ez? Jó, ez fesztivál volt.
Nem, ez a MoMA PS1-ben volt könyv, Art Book Fair, igen. Plakátot vettünk, könyvet vettünk, ruhát nem vettünk, mert $400 volt a póló. A könyv szintén itt látható is. Az egy nagyon jó könyv, majd nézzétek meg, ha akarjátok. Na, akkor vissza a gyűjtögetéshez, most átteszem a szót picikét. Ez látható a szobában, ami tök üres volt, egy idő után tele lett mindenféle szeméttel. Rájöttünk, hogy az emberek nagyon durván dobálnak ki mindent az utcán, meg arra is, hogy geológiailag kicsit másmilyen New York vagy Manhattan, mint Magyarország, és hogy meg lehet találni olyan dolgokat a porban, amit egyébként Magyarországon kevésbé. Ezzel tök vélet... Ja, hát igen, ez most csak egy példa arra, ez a non plus ultra, a kidobott csecki. Hát ennél extrémebbet nem találtunk az utcán, de általában működnek a dolgok, ez nem működött. És a lakásban, ahol laktunk, annak a bejáratánál lent volt egy ilyen teleport kapu, úgy nevezett a sarokban, és oda tárgyak bekerültek este, és reggel eltűntek. És ennél a doboznál, ez volt az első, amit ott láttunk, tényleg zavarva jöttünk, hogy ez micsoda, és nem mertük elvinni, mert nem tudtuk. Tehát azt hittük, hogy ez valaki és ott hagyta, mert túl jó állapotban volt, és még ékszerek is voltak volt benne. Volt benne nyaklánc. Szóval ezt hagytuk elmenni, de aztán jött a mappa, a mappával az lett, ami ott látható a másik térben. Volt tekegolyó, fűtőtest, egyébként hagtechnika is azt használtuk utána később, és aztán kipróbáltuk, hogy nekünk is működik a cucc. Kiraktuk az anyagot, és másnap reggel eltűnt. Aztán, hogy mi csináltunk még vele, kaptak emberek ki, hogy használta, Adrián ilyen akciósan használta a buszon. De volt, amikor sikerült valami rózsakvarcokra cserélnem a Spencer Brownstone Gallery-ben. Ő a művész egyébként. Akkor betettük így a kis science fiction polcra az egyik könyvbemutatón. Ez teljesen alap cucc, így játszik az ember. Amit szeretnénk megmutatni, ugye, ahol lehet találni nagyon durva dolgokat, ami tökre kéne Magyarországra, és azt úgy hívják, hogy Materials for the Arts, ami olyasmi, mint hogy ilyen nagy cégek, vagy mindenféle cégnek az ilyen levetett cuccait egy helyre így beteszik, organizálják, és bizonyos... Hát vagy adományokat, amik full jók, csak... Igen, és bemegy a művész, aki valamiféle non-profit szervezethez tartozik, csütörtökön vannak a fogadó napok, kapsz egy ilyen nagy kosarat, és így mehetsz, és bármit beleraksz, csak x állnod kell, hogy egy zsák, könyv, vagy ilyesmi. Van egy-két, tehát mindenféle dolgot, full képkeretek, egy kiállításhoz akár, nem tudom, mindenféle matéria, monitorok. Hogyha kell 20 monitor, vagy 30, az is ott van, vagy hát festékek, anyagok. Boldog voltam. EQ, minden volt igazából, úgyhogy mi is szereztünk. Valaki még gyorsan ott telefonon szólt, hogy kéne még egy láb, és akkor még azt azért gyorsan visszarohantunk. Az első nap a Central Parkban észrevettem, hogy a porban vannak kövek. Itt láthatók egyébként egy kis mini gyűjteményben azok az ásványok, amiket sikerült begyűjtenem. Utána észrevettem, hogy a különböző ilyen parkokban ez a dolog megismétlődik, csak kicsit másfajta színűekkel. Úgyhogy elkezdtem így kutatni, hogy mégis ezek micsodák, honnan vannak. Nyilvánvalóan nem onnan származnak azok a dolgok, amik ott vannak, hanem oda vannak víve. Fel van töltve a terület, bár ez a szikla, ezek a sziklák ott a Central Parkban, ezek az úgynevezett bedrockok, tehát ezek igenis ott voltak, tehát azokat nem vitték oda, hanem azok odáig ástak le. És akkor kicsit rámentem erre a dologra, nem tudtam, hogy ennek miköze a képzőművészet, ez csak egyszerűen érdekelt, és akkor találtam ezt az oldalt, akit érdekel, egyébként erre rá lehet menni, egy ilyen John Bennett nevű fickó csinálja, és itt nagyon sok mindent meg lehet tudni az egésznek a múltjáról, tényleg ilyen dimbes dombos volt Manhattan, most pedig így néz ki, körülbelül így. Ilyen 30 métert le is mentek a föld alá, ahhoz, hogy ezek a szép felhőkarcolók megkapják az alapot. Ez a Grand Centralnak a felújítási, vagy hát amikor építették. Tehát így nézett ki a dolog, és akkoriban ezek a geológusok, meg ezek a professzorok így oda mentek ezekre az építkezésekre, és akkor lehajoltak az ilyen történelmi darabokért így a porba, tehát így úgy gyűjtötték az ásványokat, mert így valaki kiszedték a földet igazából, és így előjöttek a föld alá. Az ilyen eléggé nagy, például ezt hívják ott fönt, ez egy gránát, ezek gránátok mind, ez a legnagyobb, amit találtak ott Manhattanben egyébként. Subway Garnetnek nevezték el. Egyébként megtalálhatók, amit után olvastam, megtaláltam a vízparton is,
illetve itt látható bal oldali a vízpartról származik, az East River partjáról, ez pedig egy táji étteremből. Ez ilyen kvarc-szerű alap, és benne ezek a pirosak, ezek a gránátok, és ezt úgy hívják, tanultam egy szót, úgy hívják, hogy garneti ferro us, amikor gránátot tartalmaz egy kőzet. Ez pedig a saját gránáti gyűjteményem innen-onnan, főleg a Central Parkból egyébként. Akkor hát mást is gyűjtött, tehát ez a gyűjtés ez ilyen teljesen mindenféle dologra vonatkozhatott akár. De volt ez egy központi téma volt, hogy sikerül-e látni mosómedvét. Állítólag tele van vele a Central Park, de nem sikerült. Úgyhogy Janó nagyon szomorú, ez csak egy fotó egy rakomról, kész. Viszont tartottuk a kapcsolatot a saját kutyánkkal, ott látható, nagyon boldog. Igen, ez fontos volt. Mindegy, igen. Na, a következő nagy témakör, ez is a gyűjtés kategóriába tartozik. Nem tudom, akárhol mész, mindenhol a treppes cuccot hallod, a kocsikban, a házban, mindenhol ugyanaz a fajta cucc megy. Nem ez annyira, nem ez érdekel, de nagyon büszkék a New York-iak, hogy most így újra a hip-hop a csúcson van. Ez nem mindig volt így. Ez egy klubban van, Bossa Nova klub, hogyha egy nem tudom, sikerült-e elolvasni, hogyha megruinolod egy nőnek a... Nem, if you touch a woman. Igen. Szóval ott nagyon, tehát hogy klub élet minket nagyon érdekelt, nagyon és hogy ott nagyon kell, tehát ott tényleg volt, hogy egy partiról, ahova mentünk, egy hatoldalas PDF-et küldtek előtte, hogy ezek a szabályok. Tehát a consent az a legfontosabb, az, hogy tényleg senkit ne érjen semmi olyan atrocitás, vagy olyan érintés, amire nincs felkészülve, amit nem fogad el, amit nem szeretne. Mert miközben hogy megengedik a szexualitást a térben. Tehát miközben meg a szexualitás megélése az egy alap dolog, mint tehát csak a fizimiska, meg a... Tehát, szóval... Ő itt Attila egyébként, golyó. Krasznorkaikat ajánlotta, hogy ő lesz majd a guide-unk az éjszakában, hogyha érdekel a dolog, mert nagyon benne van a parti kultúrában. Biológus egyébként, már olyan 15 éve él kint, és tényleg így vágja azt, hogy mit hol kell keresni, és rajta keresztül sikerült felkutatnunk ezeket a közegeket. Ez az Elsewhere nevű hely, az első, az úgynevezett Bound nevű parti, ez egy ilyen fétis parti, nem muszáj beöltözni, de érdemes. Nem vették annyira komolyan, egyébként jó zenék voltak, vagy nem tudom, tehát így annyira nem találtunk olyan zenéket, amiket itt ne ismertünk volna. Tehát kicsit azt éreztük, hogy az európai közegben oda beimportálva. Ez már Washington, oda elmentünk egy partira, összekötöttünk más dolgokkal is, megnéztük másnap egy bizonyos... Hát átrohantunk Washington. Az, igen. Szintén Attila. Attila több formában. A középső képen azt láthatjuk, hogy egy fétisparti, ami volt Halloween-kor, arra iszonyúan készült. Nem tudtuk, hogy ez mit jelent, hogy ő nagyon készül rá. Sőt, előző nap áthívott minket, hogy megmutassa a make-upját. Ez a középső képen látható előző napon. Ő nyitott ajtót, és nekem valahogy egy ilyen központi pont volt, vagy hogy mondjam így, amit itt láttam, az nekem így New York, az volt nekem New York, amikor felállt egyszer, és így elment egy sörjére a hűtőbe, és kivett magának egy sört a hűtőből ebben a ruhában, ez nekem ilyen, az így, azt gondoltam, hogy ez csak ott tud megtörténni. Én nagyon szívesen emlékszem erre a pillanatra. A következő képen az látható, ahogy másnap ez a fétis parti megtörtént, és minket nem engedtek be. Tehát nem vettük komolyan ezt az egész intelmet. És Attila miután mindent megpróbált, hogy minket beengedjen, nem sikerült, végül is kijött, és az estét velünk töltött egy másik helyen. Tehát hogy az, amire már készült nagyon sok hete, meg nem tudom, végül is azt így beáldozta a kedvünk. Egy nagyon-nagyon kedves gesztus volt. Akkor ez a helynek a neve The Glove, ez egy kisebb hely, ami ilyen kb. Olyan, mint egy ilyen FKSL, csak ilyen zenei produkcióknak van fenntartva. Egy nap van olyan 5 produkció, tényleg így kezdő egy csávó valami technóval, a következő egy ilyen nőci, aki kiabál,
effektezi magát kiabálás közben, aztán beül egy arc nagy szakállal és ilyen, mint a tűz körül, így kb. Ilyen hippie arc, így elkezd mesélni ilyen történeteket, akkor jön a szomorú hip-hop csávó, kék ruhában, aki elnézést kér a nyaklánca miatt, hogy így, így utálja az elnyomást, meg a lóvét, meg mindent, és aztán elnézést kér, hogy az ő outfitjével is az így megtalálható. Ez nagyon friss hely volt, ez baromi, ez fiatalok csinálják egyébként, és ez egy ilyen közösségi cucc. Bal oldalon, akkor jobb oldalon, jó, az ott Arka, akit láthatunk az úgynevezett Spektrum nevű helyen, ez egy nagyon jó hely volt. Nagyon híres. Az emberek, hát főként nőnek volt költözve, vagy az a stíló volt igazából, nagyon-nagyon, és a táncuk is olyan volt, így ez egy ilyen... Hát mi nézte ki, mint Arka? Kedves. Mindenki. A másik oldalon, hát nem tudom, én nincs hangerő, így annyira kipróbáltuk, hogy legyen meg minden, de most nincsen, rögtön kezdtük. Mindegy, ott ilyen hardcore témák voltak a Halló nevű klubban, középen pedig a washingtoni kartit láthatjuk. Nem, Cicu, kihúztad ezt, nem húztad mert, ki? Hát csak annak ment a hangere jól. Hmm. Na mindegy. Teljesen úgy. Az meg Washingtonban volt egy ilyen free, és tudom, ezek elépített hangfalak. Jó, akkor eljárgattunk, hát voltunk néhányszor. Fú, hát Attila bevezetett minket a burleszkek világába is. Láthattuk narcisztát a fellépést, amire akartam videót csinálni, de irgalmatlan gyorsasággal ott állnak a biztonsági csáv, hogy azonnal tegyem el a kamerát, mert nem lehet. Úgyhogy ennyi sikerült belőle elkapni. Akkor... Ez pedig 18-as kér. De fantasztikusak ezek a burleszkok, szóval én azt hittem, hogy ez egy... Szóval ez nem az én világom, de baromi jó. Ez itt Stormy Leather. Igen. Ez pedig vissza ebbe a 15 Orientbe, ahol középen láthatjuk őt, Viktor Timofjev, aki a számítógépben ül, ő pedig a Tarvuknak az egyik 50%-a, a srác. Bruno, és Viktor egyébként Hollandiában végzett, szerintem Amsterdamban, és már ott kezdte ezeket a sessionöket szervezni, minden hónap első napján, teljesen sötétben zenéket játszik le, meg egyébként tört krumplit szolgál fel utána, egy ilyen kötetlen cucc, de ugye ezen is rengetegen voltak, kapcsolták a villanyt, tényleg, aki bejött, aki nem, az kimaradt, és ilyen Coil albumokat hallgattak, ilyen nagyon nagy odafigyeléssel, odaadással, és ez baromi jó élmény volt, hogy egyáltalán vannak emberek, akiket ez így érdekel, és így... Te is csinálnál ilyen eventeket. Ja, szívesen, ez nagyon tök jól működött. És mellesleg szlovén boszorkányokkal is sikerült összebarátkozni, akik tényleg boszorkányok, és... Hát szóval, hogy meghívták a Lillát, mert ez ilyen, szóval, hogy majd menjen velük, és akkor látták, hogy elszomorodtam kicsikét, és akkor mondták, hogy nem, varázslók is jöhetnek. De egyébként ez most csak azért, hogy a másik rezidensekkel, többükkel összejárogattunk, meg megismerkedtünk, meg tök jó barátság alakult ki, vagy valamiféle ismeret, és így már voltak azóta is nálunk Pesten. Mi is megyünk majd ki hozzájuk, szóval ezek ilyen, ez is egy olyan dolog, ami jön ezzel az egésszel, hogy megismersz ott én arcokat. Na. Gyorsan átrohanok rajta. Jó, szóval hát. Az a lényeg, hogy mivel, na, tehát Kubába el kellett mennünk, mert én ott nőttem fel, és 5 évet éltem ott gyerekkoromban. Ott megy a bátyám, aki szintén és szóval, hogy azt gondoltam, hogy soha életben nem jutok már vissza Kubába, mert mit tudom én miért, nem tudom. És amikor megérkeztünk New Yorkba, akkor a Janó így, bár nem volt pénzünk, de hogy így francba most el kéne menni Kubába, mert hát $300 a repülője New Yorkból, és hát meg kéne csinálnunk. És akkor írtam egy levelet egy gyűjtő barátunknak, egy másiknak, hogy hát, hogy esetleg valamit nem akarna esetleg venni, hogy most így ezt a trippet így be tudjuk vállalni, és akkor azonnal jött vissza a válasz, hogy de, mennyire van szükségetek, és mondtam, hogy $2000, és azt mondta, hogy oké. Okay. És akkor lett $2000 extra arra, hogy elmenjünk Kubába, és én felkutassam, hogy hol laktunk régen,
a két házba ugyanazon a környéken, ami rohadtul nem úgy néz ki már, mint ahogy kinézett, vagy csak az én gyerekkori emlékeim azok sokkal szebbek nyilván. De hogy az a durva, hogy ezen a környéken mindent lekerítéseztek, szóval nem voltak kerítések sehol, és most minden ház körbe van kerítve, és menjünk tovább. Természetesen elmentünk a beach-re. Igen, ez azért fontos ez a kép, mert ez egy koncertmeló. Középiskolában volt egy ilyen feladat, hogy rajzolj általános iskolában. Ez középiskola volt. Szóval, hogy rajzold le a valamelyik osztálytársadat, hogy mit te 20 év múlva fog kinézni. És engem egy Kovács Máté nevű srác lerajzolt, egyébként nagy hassal, egy mobiltelefonnal és egy nagy nyaklánccal a tengerparton állok elhízva, és ilyen pénzesen sikerült valami nyakláncot szerezni. Egyébként keresem a srácot, még nem találtam meg Facebookon, de el fogom neki küldeni. És egyébként, hát Daniel is ott volt velünk, de egyébként dolgoztunk Kubába, szóval vittük a tengerparton gyűjtöttük azokat a csontokat egyébként, amiket itt láthattok a másik térben fakit felirattál állni. Ahogy megérkeztünk ezek a fekete ruhákba, nem volt direkt, tényleg így mentünk, és kész rögtön csontokat kezdtünk gyűjteni a parton. Ez hozzátartozott. És dolgoztunk, vittük, tehát már tudtuk, hogy mit akarunk csinálni így az utolsó hónapban New Yorkban, meg hol fogjuk, meg ott, és akkor vittük magunkkal a melót. Egyébként találkoztunk ott is művészekkel, műterem látogattunk Louis Enriquénél, aki különböző művészeknek készített saját maga növényekből mérget. De tényleg halálosakat, és mindegyik másmilyen, és mindegyik tényleg ilyen tematikusan. Ez Wim Delvaux-nak egy... Ezt Wim Delvaux-t megölni. Igen, de ő szerepelt a Havanna Biennálén ezzel a mellett, még amikor az... És hát nekem ez egy ilyen nagyon jó flash volt, hogy így leszámoljak a nosztalgiával, és hogy így ez egy ilyen, hogy ez megtörtént, kész. Úgyhogy... Ja, hát a Daniellel való kollaboráció az, az egy jó kérdés. Nem, egyébként szóval, hogy nekünk tökre fontos volt, hogy szerezzünk egy műtermet. Egy idő után észrevettük, hogy gyűjtögetünk, de hogy már nincsen hova kb. Vagy hogy nem, az nagyon fontos volt, hogy nyitottak legyünk arra a közegre, nyitottak legyünk arra, ami történik. És hogyha voltak is stratégiáink, akkor hozzá tudjuk alakítani az egészhez, vagy újakat találjunk, és egy idő után éreztük, hogy már valamit vissza szeretnénk csorgatni, ami átment rajtunk, kellene egy műterem, ahol megdolgozzuk ezeket a dolgokat, és megismerkedtünk egy dél-afrikai csajszival. Lisa Gobler. Lisa Gobler, aki hát ugyanúgy képzőművész, ugyanúgy a rezidensként. Akinek a kontraktjában benne volt, hogy van egy műterem, és szerencsére vagy szerencsétlenségre nem jött el az, akivel együtt volt neki a műterme, sőt, ő előbb el is ment, úgyhogy le tudtuk azt bizniszelni valahogyan, hogy miután ő kiköltözik onnan, megkapjuk egy hónapra, másfél hónapra ezt a teret, ami egy ilyen hát Lefferts Gardenben van, az Brooklynnak egy ilyen déli része, megközelíthető minden igazából, nem nagyon számítanak a távolságokat, naponta 3 órát utazol metróval körülbelül, és akkor csak még így ide mentél, oda mentél. Azért jó másfél óra volt eljutni ide a lakástól. Igen. Csak Brooklynon belül, szóval azért ezek a távolságoknak. Ezek még a Lizának a ilyen vásznai, amiket egyébként ott a rezidencián nem mutatott be egy előadás keretében. Ott Romániára nyomatjuk a dolgokat, még kellett valamit küldeni. És akkor hát elkezdtük, rájöttünk, hogy ez a tér ez nem csak arra jó, hogy itt csinálunk benne valamit, hanem hogy ez teljesen működik, mint kiállítótér. Egy ilyen pincének az aja, fehér falak, mindenféle ilyen szutyokkal, ami benne maradt. A hajat is persze le kellett vágni. Voltunk, csináltattunk ruhát, egyébként ez később Mexikóban lett felhasználva, nem ennek az útnak a során. Kijelentve, igen. Megtaláltuk ezt a Slow and Low whiskyt, ez volt az energia. Sokat ittunk, igen. És aztán kitaláltuk, hogy akkor kiállítás, vagyis hát egy ilyen nyitott műteremként volt eladva a dolog, hogy egy hétvégén akkor bemutatjuk, hogy miket csináltunk New Yorkban, és akkor végül is mi ezt úgy fogtuk föl, hogy az a tér, az kvázi olyan, mint egy kiállított tér, tehát egy ilyen artist transpace is lehet,
Úgyhogy elneveztük Another Gallery-nek. De csak azért, mert egyébként, amikor a Daniellel közösen dolgozunk, azt úgy hívjuk, hogy Another Name, és akkor ez így teljesen kézenfekvő volt, hogy akkor ez meg egy Another Gallery egyébként, és akkor ezt így is kommunikáltuk. Igen. És végül kipakoltuk az egész teret, úgyhogy megcsináltunk egy pár melót külön és közösen, ez volt a flyer, vagy mi, úgymond. És az lett a címe a kiállításnak, hogy And after the fire came a gentle whisper, show me your fetish, mert hogy ez abból jön, hogy nem engedtek be abba a rohadt partiba Halloween-kor. És ha akkor megtört a hullám, az tényleg szörnyű nagyon, volt. Nagyon nehéz volt megjön. És ezt kérdezgette a csaj tőlünk, aki beengedett volna, hogy show me your fetish. És gondolom, hogy ez hát szívemben van, nem tudom, hogy... Menj haza átöltözni. És akkor mutattuk, hogy nincs alattunk rá, nem az a lényeg, hogy mennyi bőrt mutatsz, hanem hogy kell, hogy legyen valami ízed. Nem a frászt, nem. Na mindegy. Na ezért beakadt, úgyhogy ezzel dolgozni kellett, le kellett, hogy menjen így a feszkó, és akkor... Feldolgoztuk ezen a kérdésen. És azt mondjátok vissza? Igen. És pont, hogy 666-nál meg a lány. Jó, hát az ember játszik. Tudod, hogy bármit lehet. Ja. Photoshop. Tök meg volt benne a fék. Gergő. Daniel koncepció volt, hogy nyomjunk öngyilkos leveleket. Itt olvashatjátok egyébként őket. Hát én nem akartam meghalni, de igazából a keresztény gyakorlatból már is ismerős az a fajta ilyen önmeggyilkolás, az amikor az ember így mondjuk, hogy leteszi az életét, és akkor valami másért kezd így nyomulni. Szóval azt ismerem, amikor így le lehet gyilkolni bizonyos tulajdonságokat magadban, amiket nem akarsz tovább csinálni, és akkor kicsit én így is fogtam föl, már régóta dumáltam ilyen nemezzé Márióékkal, hogy így hiányzik a kritika a közegből, meg ilyesmi, és hogy igazából arra gondoltam, hogy akkor magamon kezdem, hogy akkor megírtam így tényleg valamnak így az ultimate kritikámat, egy bizonyos lelkiállapotban. Ez nyilván nem igazi, de azért elég sok, mint tök felszabadító volt, hogy ki tudtam olyan dolgokat mondani, amiket mondjuk így szégyelnék. Ez az én hozzásom, hogy te hogy csináltál mondjuk? Én Kubába írtam meg, szivar és halnak. Kubába írtam meg. Jó. Igen, hát rengeteg minden olvasható, most így ezen a SVG a felvontáson. A szellem, így hívtuk egyébként a lakótársunkat a szálláson, egy japán építész, és azért volt szellem, mert sose volt ott. De megnyitóra eljött egyébként, és mutattuk neki a képet is. Ezt ő inspirált. Egyébként vazelinnel van készítve. Volt ugye a ruhakonstrukció, olyan idealista koncepció, ahol ugye a kezek összeérnek, vagy így egybe vannak a kezek, és három ruha így egyszerre vehető fel, vagy ilyesmi. Ez még a Hermész, a trafós Hermész kollekciónak a részeként értelmezhető talán. A feliratok a hátukon az Hermésznek a jele, Isten, ó, görög, vagy nem tudom, milyen nyelv. Ugorjunk. Igen. Szomszédban látható körmök nélkül. Ezek Danielnek voltak a festményei, ördögarccal és kitukkadó lufikkal, amiket egyébként nem tudtunk elhozni, nem fértek be sehova sem. Mi úgy építkeztünk, hogy ilyen modulosan, hogy így leszedhető, szétszedhető, itt összeállítható. Neki, ő meg azokból dolgozott, amiket a műteremben talált ilyen plexik, azokat nyomta tovább, úgyhogy egyik Attilánál kötött ki, a másik Violuknál, aztán a harmadik pedig... Hát a szellemnél. De ugye ezeket le... Igen, a harmadik a szellemnél van. Igen, különböző részletek, itt láthatjuk ezt a cuccot, akkor még egy másik elem volt. Ezek találtárgyak voltak egyébként rajta, ez a konszent témakörre ment rá. Kicsit, mint hogy ilyen félálomban azok a dolgok átszűrődnének, amik ott így jelen voltak igazából, az ugyan. Hát meg a Materials for the Arts-ból szerzett mindenféle videó. Hát amit összegyűjtögettünk. Amikkel tudtunk nyomulni. Volt ez a könyv, már mondtunk róla bármit is, nem, lehet, hogy nem fél be, de ez egy ilyen nagyon-nagyon szar könyv, amit ott kincs kellett vásárolni. Mágiával az ellenállásért, ez ilyen Trump ellenes cucc, hogy mindenki csinálja meg, van egy kis mágikus dolog, hogy annak a középpontjában egy Trump fotó van, amit el kell égetni. Már ez problémás nekem, de úgy egyáltalán, hogyha Trump így bele van hozva egy a dologba, akkor így mi az az energia, vagy mi az a hihetetlen többlet, amivel egy ilyen durva vírust így át lehet fordítani az előjelét, vagy valami másba be lehet burkolni. Nekem azért kétségeim vannak ezzel kapcsolatban, úgyhogy
Hát én is elkezdtem belefirkálni a könyvbe, kitépni a lapjait, meg jöttek ebből a dolgok, szóval ez egy ilyen... Igen, ezen a szellemnél, ez a nagyobbik. Hát lett kidobta. Igen. Hát hely specifikus volt a kiállítás, a lelogó izének a végére egy másik dolog. Kis ilyen rituális darabok. Ezt a sztorit csak elmondhatod, ez még talán jobb az egy pénzbe vele fél. Már mennek el az emberek, igen. És ezt elmondom, a vicces az volt, hogy nehéz volt bejutni, mert így hátra kellett jönni, nem volt csengő, és azt találtuk ki a Daniellen, hogy elvezetett egy damilt, aminek a végén a térben a tükör volt. A tükör volt, amit amikor megrántottad, akkor széttört a tükröt, innen tudtuk, hogy valaki be akar jönni. Úgyhogy ripityára törött a végén a tükör, de ez azért is volt fontos, mert mi 3 vagy 4 tükröt törtünk el ez alatt az időszakat, nem vagyunk. Hát olcsó ilyen kínai tükrök voltak. Na mindegy, tök sokan eljöttek végül is, így egy hétig fönn volt a kiállítás, eljött Elsizonás az Andy is, a Bible Mike is eljött, Viktor is eljött. Hát igazából a megnyitó nap, az egy napig tartott, de meg ilyen buy appointmentként működött, és úgy jöttek el többen is. Itt Adélt látjuk. Adél Eisenstein, a MoMA-ból a Lini, igen. Lini a West. Ezek meg a másoktól kikerült ilyen posztok, így a megnyitó után kicsit pusolták. Ja, ez az így jó, hát az Instagram az egy jó túl arra, hogy így... Meg a Bible megcsinálta évvégén, amikor az újévi posztjának ezt tette fel. Örültem. Ez pedig a Google. Forgassa. Szóval ennyi. Ennyi volna. Még az utolsó szaj. Ennyi szaj, hogy így érkeztünk meg, ennyibe tudtuk bele tenni a dolgot. Hát egy hónapig utána jetlagbe voltunk, azt kell, hogy mondjam. Igen. És padlót fogtunk durván, nagyon durván padlót fogtunk. Anyagilag, minden szinten. Tehát ilyen megtörve, meggyötörve, leégve. De azért most csak egy mondatot elmondanék azzal, hogy azért arra volt az egész baromi jó többek között, hogy az ember tesztelje magát tényleg, hogy egy tök másik közegben, amit nem ismer, mit tud magával kezdeni. Tehát ez egy kicsit kiképző táboros dolog, mi ebbe bele akartunk menni, és kíváncsiak voltunk, hogy mit tudunk csinálni. Ja, szóval köszi, hogy ilyen baromi sokan eljöttetek. Csináltok rólatok egy fotót? Nem fértek be. Szóval, ha még kérdésetek, akkor nyugodtan. De szerintem cigizhetünk. Nem itt. Csinálok honnan. És miért nem öltöztetek be a kézműs buliba? Hát ez egy... Ez fontos, mert szerintem elbíztuk magunkat, az volt az a helyzet. Tehát, hogy azt hittük, hogy azt minek? Hittük, hogy elég. Elég az, hogy tényleg úgy is érzünk. És pontosan gondoltam, volt egy esemény, ahol mi használtunk beengedő embereket, és egy nagyon kedves barátunk Londonból nem tudott bejönni. De ugye, ő azért, mert ő meg pimpnek öltözött be. Teljesen mindegy, de hogy akkor nem tudtam annyira átérezni, hogy ez mit jelent, de most már sikerült, szóval sokkal empatikusabb vagyok. Azért nem öltöztünk fel, mert azt javasolta Attila, hogy vagy baromira beöltözünk, tehát akkor tényleg full fétisbe, vagy egyáltalán ne, mert hogyha kettő között van, akkor az olyan ciki. És akkor mi úgy voltunk vele, hogy akkor nem teszünk túl nagy... Hát, ezt... nagyon megbántam. De tényleg, tehát ezt nagyon megbántam. Béna volt. Mert egyébként a rendszer elég kemény, tehát hogyha valahol az, hogy ez nem, az igen, akkor ez tényleg úgyis van, nem tud magad kidumálni, mint Magyarországon sok esetben. Nincs a rendszernek ilyen módon lelke, hanem ilyen tényleg szabályok vannak is. Hát mi próbáltuk, visszamentünk még egyszer a csajhoz, és akkor azt mondta, hogy ha még egyszer visszajövünk, akkor a biztonságiakkal csesznek ki onnan. Igen. Minden nap próbáltunk mondjuk. Ja. Exactly.